Domonyi László köszöntő szavaival és a Népdalkör rövid műsorával kezdődött a hivatalos program, majd a megnyitó zárásaként koszorút helyeztek el a Városháza bejáratánál lévő Vattai domborműnél. Közben Máriavában zajlott a főzőverseny, melynek keretében a város pörköltjének megtalálása volt a cél. Az idei étel libazúza, libanyag, kakashere és csirkemáj pörkölt. Itt a mellettem látható, ebben rackabirkát főzünk, ez egy 4 vagy 5 éves birka, igazából nagyon jó lesz a húsa, ott hátam mögött pedig egy vaddisznó pörkölt készül, reméljük az is jó lesz. A főzőverseny zsűriében a Kiskörösi járási hivatal vezetője Turánné Török Ágnes és Lupták György evangélikus esperes mellett a Barátok közt egykori szereplője Marenyec Fruzsina foglalt helyet. Igazából én már elkezdtem szemügyre venni a versenyzőket. Belekóstoltam már egy-két ételbe, abban biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz. És hát nyilván a szubjektív dolog az, hogy kinek mi ízlik, ki szerint mi a legjobb. Én azt szeretem a legjobban, hogyha vadételt kóstolhatok, úgyhogy lehet, hogy egy picit elfogult leszek. Időközben a nagy színpadon megkezdődött a tavaszi Folklor Fesztivál, a Hét Színvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány szervezésében, ahol helyi csoportok mellett dusnoki, érsekcsanádi, szakmári és kalocsai fiatalok léptek színpadra. 18 órakor nyílt meg a Művelődési Házban a Körös Körül a Művészetért Egyesület alkotóinak kiállítása, melynek szomorú aktualitást adott, hogy nemrégiben elhunyt Cserna László, az Egyesület egyik alapítója, titkára. Igyekeztünk a legfrissebb alkotásainkat elhozni, vagy azokat, amiket még nem láthatott a közönség a legutóbbi kiállításunk óta. De azt gondolom, hogy ahogy elnéztem, és ahogy dolgoztunk itt tegnap a kiállítás felrakása során, mindenkinek van egy-egy olyan képe, ami összefüggésbe hozható ezzel a szomorú eseménnyel, és talán egy picit jobban ráemlékezett elhunyt alkotótársunkra az ember, amikor készítette a képet, vagy pedig összeállította a kiállításra készülő anyagát. Tehát én legalábbis mindenkinek az alkotásaiban fel tudtam fedezni egy olyan motívumot, momentumot, ami ebbe az irányba mutatott. A főtéren az idő előre haladtával egyre többen lettek. Az esti koncertek sorát a GMK Trió műsora kezdte. Egy-két nagyon szép táncdallal fogok kezdeni, utána lesznek ilyen saját számaim, ebből ezek ilyen mulatósak, az unokás, ugye azt mindig el kell játszani, és operettek lesznek még. Egészen más dallamok jöttek ezután az est hátra levő részében, hiszen DJ Dominik Fergetek partija után Geszti Péter és a Gringo Sztár lépett színpadra. Van köztük lírai ballada, van köztük ilyen elég funny nemzetközi szótárból összeválogatott furcsa dal, a Sprechmensi Disco például. Van benne nagyon sokféle dolog. Én szeretem a Gringo Sztár zenét a maga eklektikusságával együtt, és azért az a tapasztalatom, hogy egy mindenhol elég jobbul is szokott belőle kikerekedni a végére. Vasárnap a Rétes Fesztivál mellett a délelőtt fontos eseménye volt, az egykori Csöngős iskola építésének és lebontásának évfordulója alkalmából állított emléktábla avatása. Dr. Vándor Antalné volt az gyülekezeti tagunk, aki fölhívta a figyelmemet erre a két évfordulóra, tehát hogy 180 éve épült, 50 éve lebontották az iskolát, és ennek ebből az alkalomból helyeztünk el a jelenleg itt álló épület falán egy emléktáblát, ahol egy régi fotó alapján az iskola képe is látható, ugye volt egy kis torony rajta, abban meg volt egy kis harang, az a harang megvan még. Azt várja, hogy a jogutód iskola, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola tetejére valahol fölkerüljön majd. Keressük rá a pénzt, meg a lehetőséget, inkább az előbbire van szükségünk. Délután került sor a már hagyományos szomszédulásra, azaz a népdalkörök találkozójára, melynek keretében kihirdették a Rétes sütőverseny eredményeit is. 18 órakor kezdődött a színpadon a Városi Borverseny ünnepélyes díjátadója. Mint arról már korábban beszámoltunk, a Város Boradíjat ebben az esztendőben a Vasbor Kft. 2014-es évjáratú Irsai Olivérbora, valamint a Szentpéteri Borpince 2013-as évjáratú Cabernet Sauvignon bora érdemelte ki. A kétnapos programsorozat két jó hangulatú koncerttel ért véget, Kálai Sanders András, majd Kassa Tibor szórakoztatta a közönséget a fesztivál zárásaként.